Hát üdvözlök mindenkit! Jársági főcsatornán fogok horgászni. Szereztem két ilyen nagy zacskó száraz kenyeret, és azt gyúrtam most be, ezzel fogok etetni. Ez lesz az alapozó etetésem. Horgáztam már itt ezen a helyen. Körülbelül ott abba az irányból szemben van a fűzfa. A fűzfának a jobb széle. Ugyan kétharmadnyi távolságra jöttek nagyon szép bodorkák, úgyhogy megpróbálom begombócozni ezt a begyúrt kenyeret, és ezzel fogok etetni. Dobok be egy 8-10 ilyen gombócot, hát kíváncsi vagyok rá, hogy ez fog-e működni. Van itt bekevertetett anyagom, és tegnap a Tiszán próbálkoztam, mert nem fogtam semmit. És hát megmaradt egy jó fél kiló etetőanyag bekeverve, kukoricával, búzával, illetve csemege kukorica is van benne, és ugye ez teljesen jó lesz a kosárba majd, a kenyér pedig jó lesz alapozó etetésnek. Nemrég volt telepítés itt a jászsági főcsatornán, de a hideg víz miatt nem tudom, hogy lehetett-e visszafogni azokból a pontyokból. Meglátjuk. Szerintem ez nagy távolság lesz ahhoz, hogy meg tudjam dobni rendesen. Úgyhogy átmegyek a túloldalra, és onnan ott a fűzfánál lemegyek, itt van nem messze a híd. Tehát átmegyek a túloldalra, és akkor onnan megszórom azt a területet. Tehát biztos, hogy nem fogom tudni eldobni odáig, és nem is próbálkozok. Na hát akkor megyek egy kört gyorsan. Ott van a fűzfa, ami a táppont lesz, és akkor annak a, most már, hogy erről az oldalról a bal széléhez kell majd az etetést kialakítani. Szembe ott a kocsi, ott van a horgászhely. Hát itt le tudok menni. Kérdés, hogy meg tudom-e itt nem etetni a területet. Aha, itt el lehet menni. Oké, és tehát itt a fűzfa, itt innen meg tudom szórni akkor ezt a részt, ahol horgászni akarok. Úgy. Körülbelül az a terület ott, a bokorágai között szépen el lehet dobni a kis gombócokat, és itt biztos, hogy azt a területet szórom meg, ahol horgászni is fogok. Hát kíváncsi vagyok, hogy a kenyér hogy fog működni. Na hát az etetés megvolt, megyek vissza, és kezdődhet a horgászat. Hát az egyik boton a csali, az csemege kukorica lesz, három szem csontival. Így itt a főzsinór, az egy 22-es főzsinór, tört gubancgátlócső, felül meg van ütköztetve két kis gumiütközővel, és vékony 18-as előkén, ilyen 12-es forog, látható a csali, szerelés kész. Úgyhogy ez mehet is be a helyére. Ez lesz a baloldali bot. Hát egy kicsit balra sikerült a dobás, de jó lesz. Hát a másik szerelésem az egy ilyen klasszik inline bordás etetőkosár. Felül meg van ütköztetve szintén két gumiütközővel, és alul pedig egy vékony fonott zsinór, előkén egy kis 8-as horog, rajta egy csalitüske, és akkor ilyen kis ananászos kis bojlit fogok fölrakni. Na, gyúrtam egy jó nagy gombócot, így együtt biztos van 100 g felett, kosár az 40 g-os,
Tehát a bot dobósúlya az 50 és 180 gram között van, tehát biztos, hogy bírni fogja a strapát. A zsinór 25-ös, kicsit lehet, hogy vastag ide, de a tiszára van méretezve a szerelés, oda azért kell. Szuper, mind a két szerelés bent a vízbe, úgyhogy most már csak a kapásra kell várni, hát remélhetőleg minél hamarabb jön az első hal. Hát ha nem sikerül pontyot fognom, nekem az keszegekkel is bőven ellennék, úgyhogy hasonló pecát tudnék csinálni, mint hogy legutóbb itt voltam, nekem már az bőven megfelelő lenne. Na itt az első kapás. Ha meg is van, akkor nem lesz nagy, az biztos. Na, megvan, érzem, hogy ütötte a botot. És az első kis bodorka megérkezett. Szuper. Íme. Mai nap első hala. Hát bízok benne, hogy lesznek nagyobbak ennél. Hát is visszahagyusszon. Szépen odaütött pedig. És megint nem lesz meg. A második bénázásom. Á, de megvan. Csak hát ez is úgy látom, hogy kis apróság lesz. Föl van csavarodva a zsinór megint a kubancgátlóra. Nem csak átfordult. Szuper. Na hát a második kis keszeg megérkezett. Elég sokat kellett várni az első után. Ez még nagyon az aprók közül való. Azért remélem, hogy jönnek majd nagyobbak is. Na most lehagyom a csemege kukoricát, és csak csontit rakok föl. Négy darabot, nagyon szépen mozognak. Jó régóta nem sikerült fognom, de ezt most szépen elhúzta. Itt a kis következő keszegünk. Igen, hát ez azért már egy számmal nagyobb, mint az előzőek. Na gyere csak. Kell a horogszavarító. A következő keszegünk. Kicsivel már nagyobb, mint az előzőek. Mehet is vissza. Hát azt nem mondom azért, hogy egymás után jönnének ezek a keszegek, de azért mindig van egy-két kapás, volt egy-két ilyen üres bevágásom is, amit elrontottam, úgyhogy azért van akció a horgászatban, de ez még mindig nem az igazi. Szerintem azért még kell mindig egy-két hét ahhoz, hogy melegedjen a víz, és akkor azért valószínűleg nagyobbakat is lehetne fogni, vagy pontyot is. Na, meglátjuk. Na, itt a következő, ha minden igaz. Igen. Ez elég bátortalanul
jelentkezett ez a kapás. Hát ez már lehet, hogy rajta lesz, mert folyamatosan mozgatja a spiccet. Ki is húzom, megnézem, de hát úgy látom, hogy semmi. Viszont a csontit az gyönyörűen leszette. Talán meg lesz a kilépőhal, de csak ugyanaz a kis apró ütögetés, abba hagyja, aztán utána megint elkezdi, szépen lassan leszeregeti a csontit a horogról. Na, talán ez most egy kicsit erősebb kapásnak tűnik. Aha, igen, igen. Oda-oda üt a csalinak, de valamiért nem akar el a horog. Hát, nem lesz meg. Lehet is látni a csontin, hogy szépen meg van nyúzva. És akkor ezt csipkodják a horogról. Hát valószínű, hogy kicsik, ami azért ilyen nagyobb tenyeres méretű bodorka volt, az nem gondolkozott sokáig, az egyből vitte, húzta, úgyhogy most valamiért nincsenek itt a nagyok. Hát ez lesz az utolsó dobás a mai pecán. Reggel 8 órakor kezdtem meg a horgászatot. Ott a túloldalról megetettem az előttem lévő területet, szórtam be beáztatott kenyeret, utána napközben pedig folyamatosan etetőkosárral további etetőanyagot juttattam még be a vízbe, de hát úgy néz ki, hogy most valamiért nem voltak itt olyan nagyobb keszegek, vagy ha volt is, akkor kevés, pár darabot sikerült fognom. Unatkozni nem unatkoztam, mert azért mindig volt kapás, ilyen kisebb, apró kis ütések voltak azért. De hát valamiért most nem az igazi volt ez a mai nap. Mindenesetre örülök egyáltalán, hogy halat sikerült fognom. Elmúlt napokban voltam lent Tiszán, Zagyván, még csak kapásom se volt. Itt legutóbb egy pár nappal ezelőtt itt a Jászságén is egy másik helyen voltam, ott se volt szinte semmi, és hogy ahhoz képest ez a mai nap, ez azért nem volt rossz. Azért bíztam abban, hogy abból a friss telepítésből, a pontyokból sikerül esetleg elcsípnem egyet-kettőt. Tehát az egész horgászatra 3 óra hosszán volt, úgyhogy örülök ennek is, hogy így alakult. Szerintem még 1-5 percet várok, utána elkezdem összepakolni a felszerelést, és indulok haza. Úgyhogy ezzel zárom is a videót. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!